Nos, én eleve szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mit tudnak a katonák. A katonák nem okosabbak, mint a civilek, a civil kutatók. És hogyha a szintet onnan nézzük, amit a Magyar Tudományos Akadémia képvisel, akkor azt gondolom, hogy az emberiség még nem tartozik az intelligens fajok közé. Tehát még nem ugrottuk meg azt a szintet, amikor intelligensnek mondhatjuk. Inkább a közös tompaság és hülyeség a jellemző, de ehhez nem kell akadémikusnak lenni, hogy valaki hülye legyen. Ahogy tönkretesszük ezt a bolygót, ahogy tönkretesszük unokáink, dédunokáink életterét, úgy, bár tudjuk, hogy ez történik, úgy érthetjük azt, hogy az emberiség nem intelligens faj. Tehát, mint ahogy Svájcból nem jönnek ide nők, hogy magyar kórházakban legyenek nővérek, vagy magyar szállodába cseréljék a lepedőt, ez valahogy fordítva megy, magyar nők mennek ki oda dolgozni. Tehát amíg nem a földi civilizáció járművei látogatják a környékbeli galaxisokat, hanem fordítva van, addig nem ugrálhatunk, nem mondhatjuk magunkról azt, hogy mi intelligensek vagyunk. Viszont, ha elkezdjük figyelni a természetet, ahol elképesztő mérnöki konstrukciók vannak, csak ott a konstruktőr nem egy ember, nem egy gyár, hanem nevezzük úgy, hogy a teremtő. A teremtő minden lény közül a legjobb konstruktőr, én úgy gondolom. És az én kedvencem, ez egy magánhobbi, de az én kedvencem a rovaroknak a tanulmányozása. Mi is az, amit tudnak például? A hipertéri ugrás. Szeretném, az egyik olvasóm küldött be nekem egy nagy elektromos cégnél dolgozik, és lefényképezett egy frekvencia és árammérő készüléket, és láthatjuk, ezek gyárilag lezárt dobozok, nyilván, hogy ne menjen tele porral, és azt látjuk, hogy a frekvenciamérő készülék tele van döglött legyekkel. Most én meséltem arról, hogy amikor a műegyetemre kerültem 68-ba, akkor egy vadi új kollégiumot kaptunk, ez a Münich Ferenc kollégium volt, és ebben a kollégiumban olyan új típusú hőszigetelő ablakok voltak, hogy a két nagy üvegpanel között egy olyan 5-6 milliméteres távolság volt, ezeket argonnal töltötték föl, nagyon jó hőszigetelő, termopán, ilyet ma is árulnak, vagy ennek a jó utódját, és ezerszer kinéztünk azon az ablakon, tudom, hogy nem volt benne semmi. Aztán egyszer elmentünk tavaszi szünetre, visszajöttünk, és egy marha nagy kövér döglött legyet találtunk a két ablak a tábla között. Tehát egész biztos, hogy az oda került, és aztán, amikor későbbiek során a szüleimnek én cseréltem ki a kiégett izzót a gangon, akkor hát egy ilyen tejüveg gömb alakú búra, mindenki látott, ilyet milliószámra gyártották. Találtam néha benne döglött legyeket, felnőtt döglött legyeket, amelyek a 10 milliméteres nyíláson egyszerűen nem kerülhettek oda. És a műegyetemen ugye mi tanultunk azért fizikát, de abban a fizikában nem illett ez bele. És mi jön ilyenkor
ez egy pszichológiai dolog, a kognitív diszonancia, hogy látom, de nem hiszem el. Ugye, aki cigarettázik, az is így van vele, hogy látja, hogy sorba halnak meg a dohányos emberek a környékén, de ő azt gondolja, hogy ő majd nem fog meghalni, mert ő lesz a kivétel. Ezt nevezik kognitív, hogy látom, de mégse hiszem el, ez rám nem vonatkozik. Mi is láttuk azt, hogy ott van a döglött légy a két üvegtábla között, de egyszerűen nem hittük el, mert azt tanították nekünk, hogy ez nem lehetséges. Ugye hát ez a propagandának egy formája, amit ma úgy hívnak, hogy fizika. A biológusok azért tanulmányozzák a rovarokat, és ők is készítenek felvételeket. Én is láttam ilyet élőben, amikor darazsat láttam, és vitt magával egy elejtett dongót. Ugye már a dongóról is sejtjük, hogy nem repülhetne, mert aki hidrodinamikát tanul, az ismeri, hogy mi az a Reynolds szám, a felhajtó erő fogalmát, és itt már nem jön ki a matek, semmiképpen sem. Tehát azzal a szárnyal, azzal a frekvenciával, az adott légsűrűséggel nem képezhető akkora felhajtó erő, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen test repülhessen. De ha azt nézzük, hogy például egy darázs, amelyiknek még kisebb a szárny felülete, mint a dongóé, az repül egy elejtett dongóval, akkor már kell, hogy a vészcsengő megszólaljon. Ugyanez az eset a szarvasbogárral is. A lótetűről nincsen fényképem, de ott még vészesebb a lótetűnél a szárny aránya. És egy egri ismerősöm készített ilyen készüléket a biztatásomra, ahol egy nagy plexi dobozba gyűjtögette ő a legyeket, le lehetett szívni vízsugár szivattyúval, nagyon szép, precíz munka volt, és körülbelül egy ilyen 50 higany milliméterig, ugye a normál légköri nyomás az 760 higany milliméter, 50 higany milliméterig le lehetett menni a nyomással, oxigént és vízgőzt kaptak, és néhány légy még itt is tudott repülni. És amikor én erről beszéltem, meg valahol írtam is, anno az Élet és Tudomány főszerkesztője megtámadott, mondvá, hogy micsoda áltudomány, hogy nincsenek ott azoknak a legyeknek a latin nevei, amiket ott mi összefogdostunk. Hát ki nem szarja le őszintén szóval, hát most ne tessék haragudni. Hát attól, hogy más a latin neve, ugye tipikus, hogy nem arról beszél, ami a lényeg, hogy kérem szépen ezek a legyek ilyen alacsony nyomáson is repülnek. Tehát tipikusan a mellébeszélés. Na most én, tehát az, amit ő írt, az a nem is tudom, van ilyen jogi formula, valami becsületbe való belemászás, vagy mi, becsületsértés, igen. Hát megtettem a feljelentést, kaptam 20 000 forint büntetést ezért. Ő a Népszabadságba írta meg, a Népszabadság persze az én észrevételeimet nem közölte. Hát ennyiben maradt az ügy. Az igazi kedvencem a repülésnek a művésze, a hoverfly, azaz a zengő légy.
De az engő légy nagyon sok országban megtalálható, nálunk is. Úgy, ez légy, de úgy néz ki, mint egy darázs. Néha kötelékbe repülnek, nagyon szépen kérem a tisztelt hallgatóságot, nézőket, hogy nézzék meg ezt a fajta rovart. Ez a lebegésnek és a repülésnek a művésze. Ez a rovar alkalmas arra, hogy szemmel láthatólag olyan cikcak mozgásokat végez, aminél nagyon látszik, hogy nincs tehetetlensége. Tehát akár, mit tudom én, 90 fokos, nagyon éles szögben tud repülni. Amikor én nyáron biciklivel megyek, azt lehet látni az erdőbe, hogy ezek az erdei tisztásokon ott lebegnek a napfényben, ahogy átsüt a napfény ugye a lombok között, mindig a napos helyeken, mintha csak napfénnyel töltekezne. És órákig ott lebegnek, és amikor megyek biciklivel, abban a pillanatban az egész nyáj odébb megy, majd amikor elhaladtam, visszamennek, és pikpak. Tehát ezek a rovarok pontosan ugyanazt a trükköt tudják, mint az amerikai hadsereg által megfigyelt UFO-k. Elvesztik a tehetetlenségüket, vagy nincs tehetetlenségük. Tehát ez a dolog azért érdekes, mert itt találkozunk először a gravitáció miben létével. Ma Einstein-féle általános relativitás elméletet gondolják a gravitáció nagy titkának, de ez hülyeség. Tehát az azt mondja, hogy nincs is gravitációs kölcsönhatás, csak téridő görbület van. De abban a pillanatban, amikor ezzel foglalkozó egykori fizikus kollégáimat megkérdeztem, hogy jó, görbül a három térdimenzió, de akkor hová? Mert akkor kellene lenni egy negyedik térdimenziónak, mert ugye minden iskola példában azt szokták mondani, hogy na, vegyünk egy gumimembránt, és akkor a gumimembrán mutatja nekünk a két térdimenziónak a görbülését. Minden ilyen móriczkás, tudományos magyarázat így szemlélteti a görbült téridőt. Csak hogyha van görbült téridő, akkor létezik egy hipertér, ez egy makroszkópikus térdimenzió. Hát én is ezt mondom, csak az már mi? Hát az már maga a túlvilág. És akkor, ha van hipertér, az maga a túlvilág, amit hát egyébként el szoktak mondani emberek, halálközeli élményt, akik túlélnek, hogy kilépnek a testükből, és látják a háromdimenziós teret, de átlátnak falakon, lehet látni mindent. Na most ez az, ami már tabu a tudomány berkein belül. Ez mutatja, hogy mennyire kétélű és ostoba az a tanítás, amit mi fizikaként kapunk. Ugye az, hogy mágneses tér van, meg elektromos tér van, és annak ilyen az eloszlása, azt a tankönyvekből is tudjuk. De látjuk, hogy mi ez, valamiféle áramlás. Mindig tökéletesen le lehet írni mágneses és elektromos tereket nyelővel és forrással. Tehát azt látjuk, hogy az elektromos terek körül is, mágneses tér körül is valami áramlik. Mi ez a valami? Hát régen ezt éternek mondták, én azt gondolom, hogy ennek van fizikai realitása, és ez az éter nem más, mint neutrino fluxus. És ez a neutrino fluxus az, ami valójában a gravitáció. Tehát nem arról van szó, hogy a téridő görbül, hanem a körülöttünk levő térben áramlik egy ilyen neutrino fluxus, és az, hogy én itt állok ezen a padlón,
az nem azért állok itt, mert vonz engem a Föld, hanem egyszerűen ez a neutrino fluxus, ami körülöttünk van, benyom, rányom engem. Tehát nem gravitációs vonzás van, hanem az én testem és az önöké is, meg a szék is, meg minden elnyeli ezt a fluxust, emiatt egy picit föl is melegszünk. Ezért van az, hogy például a Föld is a közepe eléggé meleg, holott az a mennyiségű radioaktív izotóp, ami így a földkéregben és alatta megtalálható, az nem okozhat annyi hőt, mint amennyiért a Föld felelős. Az, hogy vulkánok vannak, és a vulkánok állandóan meleg lávát köpködnek ki, az annak a következménye, hogy a Föld is, Hold is, stb. A nap is állandóan melegszik. Tehát a nap hőjének egy része ennek a nagy neutrino fluxusnak az elnyelése, amiatt melegszik, más része pedig a nap környékén levő porfelhő, mint hát hidegfúziós energiaforrás működik, ezért van az, hogy a nap felszínének a hőmérséklete 7000 fok, de a nap koronája onnantól pár 10000 kilométerre 5 millió fok. Ugye, hát ez egy ismert megfigyelés, csak a mai fizika nem ad, mert nem adhat rá magyarázatot. No, hát a saját kísérleteimbe a mikrohullámú porfóziós kísérletekbe találkoztam először tök véletlenül antigravitációval. Tényleg véletlenül, de most megmutatom, hogyan is néz ki a porfúziós kísérlet. Volt egy mikrohullámú tápegység, minden konyhában ugye ez a tápegység található meg, itt van a magnetron, és úgy alakítottunk ki egy fémből készült üregrezonátort, hogyha ide teszünk egy kvarc gömböt, és hozzá egy megfelelő hullámhosszra hangolt, hát ez egy Helmholtz akusztikus rezonátor, egy üvegcsövet, akkor, ha ide szénport raktunk, és begyújtjuk ezt a készüléket, akkor elkezd fölmelegíteni, fölmelegszik, majd elkezd rezonálni. Itt a szénpor mindegyik szemcséje azzal a különleges tulajdonsággal, lehetőséggel van megáldva, hogy minden szénpor szemcse foroghat. Egészen különleges anyagtípus jön ilyenkor létre, ez sehol másutt a természetbe nem jön létre, mert ez kristályos szerkezetű, de minden egyes pontja foroghat. Hát egy szilárd anyagba ez nem jöhet létre, ezért egészen más, hát mit mondjak, ezoterikus tulajdonságai vannak ennek a közegnek. Minden egyes porszemcse erősen töltött, és ezért brutális anyagszerkezet változás, hát azt mondanám, hogy katalitikus fúzió vagy hideg fúzió jön létre. Ebben nagyon különleges. Amikor először csináltunk ilyen hidegfúziós kísérleteket, nekem azt tűnt föl, hogy mindegyikből kijön egy jet, mint egy kis rakéta, de hát hogy a túróból jöhet ki belőle egy jet, ha soha oda levegő nem megy be a környezetből. Hogy jöhet ez létre? Ez teljesen hát kétségbe ejtett minket, hogy mi a fene van.
És akkor fölmerült az az ötlet, hogy tegyük már föl ezt egy ingára, és ez az inga, ez így nézett ki, hogy itt mutatom, hogy itt 4 darab felfüggesztési pont volt, itt volt a tápegység, és egy vékony zsinór vezetett oda, és ez mozoghatott, és ezt megépítettük. Így nézett ki maga ez az üreg rezonátor, ezen a 4 ponton tudtuk fölfüggeszteni. És megmutatom, így néz ki maga a kvarcból készült üregrezonátor. Sajnos tovább ilyeneket már nem tudunk építeni, mert a műegyetemi üvegtechnikán készültek az Magyarország utolsó kvarccal is dolgozó üvegművese készítette, és kormányunk nagy dicsőségére ezt az üvegtechnikai labort júniusban bezárták, mondván, hogy minek a műegyetemnek üvegtechnika, azóta a kémikusok nem tudnak kísérletezni, mert bezáratták. Foci stadionból viszont faszán el vagyunk látva. Nagyon jó. Na most, hogyan is néz ki ez a poros plazma? Ezeket a képeket a poros plazmáról a poros plazma kutatói készítették. Nagyon érdekes kristályszerkezetek alakulnak ki. Ugye az előbb mutattam, hogy minden egyes pont foroghat, hiszen ez a szabadsági fok megvan, de attól függően, hogy mennyire hajtjuk meg, ez a ilyen regionális, szabad, koherens kristályok önszervező módon kialakulnak, bizonyos frekvencián teljesen rendezetlen, egy másik frekvencián viszont megint kialakulnak a természet önszervező módján, annak a segítségével ilyen stabil, teljesen szabályos kristályszerkezetek. Ezek nem túl ismert tulajdonságai a természetnek, de a természetben van ez a, hát hogy is nevezzem, ez az önszervező képessége, és ilyenkor az önszervező képesség hatására minden egyes szimmetria szinten új és új tulajdonságok lépnek föl, amelyek azelőtt nem voltak. Ugye én azért gondolom elképesztő baromságnak az, hogy nagy milliárd dolláros szupergyorsítókat építenek, mert azok a gyorsítós emberek azt hazudják, hogy ismerjük meg az anyag legkisebb építőköveinek tulajdonságait, és akkor majd mi, mint a Legóból, föl tudjuk építeni a természetet, és meg fogjuk tudni mondani, hogy mitől van a rák, meg hogy épül föl az anyag. Hát egy frászt. Ebből egy büdös szó nem igaz, ez hülyeség. Tehát az ilyen kvázi részecskékből, amit ők ott tudományosan tanulmányoznak, iszonyú költségen és femtomásodpercig, léteznek ezek a részecskék, meg higbozom, meg más parasztvakító dolgok. Ezekből semmit nem lehet megtudni arról, hogy miért ugrik akkorát egy bolha. Mert ez már a szervezettségnek akkora szintjén van fölöttünk, hogy semmit nem tudnak mondani, hiszen a szervezettségnek minden egyes szintjén olyan új, úgynevezett kialakuló vagy emergent properties jön létre, ami tök más, mint az alatta levő. Tehát amikor mi megismerjük mondjuk a protonnak, a neutronnak, meg az elektronnak, mint elemi részecskének a tulajdonságait,
abból nem következik az oxigénnek a tulajdonsága. Az oxigénből meg a hidrogénből nem következik a víznek a tulajdonsága, tehát az, ha egy magfizikus mondjuk, de nem tudják leírni az atommagokat, tehát az is kamu, tehát ha ők fölépítenek egy oxigénmagot meg egy hidrogénmagot, még a víz atomnak a tulajdonságaiból sem tudják kikövetkeztetni, hogy bizonyos hőmérsékleten és nyomáson jég keletkezik, más nyomáson meg gőzpára. Nem tudják. Nem jön ki. Tehát semmiféle jóslást az atommag tulajdonságaiból kiindulva nem lehet adni arról, hogy van jég. Az nem alakul ki. Természetesen, és annak, hogy a víznek milyen a viszkozitása, nem lehet kiszámolni az atommagból, ez hülyeség. Tehát ezért van az, hogy olyan réteg tudományok vannak, amelyeknek semmi közük egymáshoz. Tehát az atommagfizikus nem is tárgyal semmit a kémikussal, mert miről? Már semmiről nem tudnak beszélni. Az atommag tulajdonságaiból a vegyületek tulajdonságai nem jönnek ki, a vegyület tulajdonságaiból nem jönnek ki az élőlények tulajdonságai. Már úgy, hogy mit tudom én, egy baktériumot nem lehet kirakni abból, hogy ismerem a vizet, meg a fehérjéket. A fehérjéket se lehet fölépíteni a szénből, meg a hidrogénből, meg a foszforból. Tehát nem lehet alulról kiindulva, legószerűen, dominószerűen fölépíteni az életet, mert ezek a kialakuló emergent tulajdonságok mindig újak, mindig váratlanok, mindig mások. Ott van például a ferromágnesesség. Nem lehet a ferromágnesességet az atommagból kiindulva megjósolni, mert például tudjuk, hogy az alumínium nem ferromágneses, a réz nem ferromágneses, de van egy olyan ötvözetük, ami már az. Ugye a mi 100 forintosunk közepe, az ilyen réz-alumínium ötvözet, az ferromágneses. De ez nem következik a réznek, meg az alumíniumnak a tulajdonságaiból. Hát ezért van az, hogy a biológus leszarja azt, hogy mit gondol egy atommagfizikus, mert semmit nem tud neki mondani. Ezért van az, hogy a biológus nem tárgyal a kémikussal, mert semmit nem tud neki mondani. Ezért van az, hogy aki elektronokkal foglalkozik, nem beszélget azokkal, akik protonokkal foglalkoznak, mert az már másik folyóirat, és az már másik épületbe dolgozik az az ember, aki ilyesmivel foglalkozik. Tehát annyira tagoltak ezek a részfeladatok a tudományban, hogy nincsen párbeszéd a részterületek között. Süketek, tiszta bábel az egész. Teljesen kizárt és reménytelen, ezért nem értjük az UFO hajtóműveket, mert azokat azon a szinten lehetne megérteni, ahol a bogarakat megértjük. Na most menjünk arra a szintre. Most jön a neheze. Ugye itt van megint egy ilyen felvétel a poros plazmáról, ahogy ez kialakul. Na itt mit tetszenek látni? Megint egy ilyen koherens önszervező szerkezet, de ezt elárulom, hogy ez a darázs izmának a mikroszkópikus szerkezete. Nagyon hasonlít ahhoz az önszervező struktúrához, amit láttunk az előbb a poros plazmánál, de ezek a koherens szerkezetek szükségesek ahhoz, hogy ezek a bizonyos antigravitációs effektusok kiépüljenek, megjelenjenek. A mi poros plazmánkban hidegfúzió történt, brutális mennyiségű transmutációt észleltünk.
Miért? Mert a hidegfúzió során neutrinókat nyel el a poros plazma. Az kell hozzá. Ha neutrinókat nyel el, mint ahogy az én testem, vagy a szék, vagy itt bármi, akkor az egy gravitációs kölcsönhatás. A mi poros plazmánkban, amit az előbb mutattam a mikrohullámú sütővel, a rokon a fúziós reaktorunkba, ott is erre bazíroztunk. Tök véletlen volt számomra az, hogy észrevettük, hogy, és hónapokig láttuk, és nem értettük, hogy ennek a mikrohullámú reaktorból kijön egy, mint egy rakéta, egy jet, annak impulzusa volt, mert oda raktunk egy cserepet, éreztük a taszító hatást, és ennek nem lett volna szabad létrejönni, csak úgy, hogyha bejön egyik oldalon, mit tudom én, levegő, fölmelegszik, és mint a rakéta kitolja. De nem, ez egy olyan rakéta, amiben nem volt üzemanyag. Ott rezgett a por, persze, de ennek nem lett volna szabad tolóerőt generálni. Mégis, amikor fölfüggesztettük erre a kettős ingára, hát ezt ott láttuk. Na most sajnos Roskó Farkas barátom, akinek otthon a felesége megengedte, hogy az előszobájába fölfüggessze ezt, ő 40 éves korában meghalt, nem kell semmiféle összeesküvésre gondolni, egyszerűen csak szegény volt, és a Szarkis Polszki fiatjába eltört a benzinvezeték, mindig szivárgott. Én könyörögtem neki, hogy én kifizetem a költségét, de hát javítassa már meg. De azt mondja, nem, hát ő már megszokta a benzinszagot, de hát az egy oldószer. Meghalt 40 éves korában, pankreászrákba. Nagyon érdekes, értelmes fazon volt. Nagyon fájdalmas volt az ő elvesztése, kevés olyan ember van, aki nyitott szemmel járt, és még ért is dolgokhoz, ő ilyen volt többek között. Íme még nagyobb nagyításban a Darázs Izmának a keresztmetszete, látjuk, hogy ez ennek a kristály szerkezete teljesen egy ilyen koherens kristály szerkezet, pont ugyanaz a szerkezet, amit az előbb a poros plazmánál tetszettek látni. Ezek a koherens, kristályszerű, szabályos szerkezetek alkalmasak arra, hogy olyan makroszkopikus jelenségeket mutassanak, ami például a gravitációs anomáliákhoz kell. Magyarán az ilyen szerkezetekben a biológiai aktivitás, és most arra nincs egy külön órám, hogy arról beszéljek, következményeképpen neutrinókat nyeljenek el, és emiatt megszűnjön a testek tehetetlensége. Ugye, aki olvassa a katolikus szentek életét, találkozhat olyan esetleírásokkal, amikor Siena-i Szent Katalin, vagy Copertino-i Szent József és mások lebegtek órákon át. És ezt sokan látták. A Copertino-i Szent József az több száz fős szentmisén lebegett, úgy végigúszott a nagy tiszteletű templom látogatók feje fölött. Sokan elájultak az ijegységtől, amikor valaki elkezdett ottan lebegni. Itt is feltűnne, hogyha valaki székkel együtt itt körbe lebegné a szobát, persze, és nem egy szokásos dolog, de hinduknál, muszlimoknál megvannak ezek a megfigyelések, buddhista szerzetesekről is feljegyezték ezeket, de hát ugye ott is az van, hogy ez egy
A meditációnak a melléktünete, tehát nem erre utaznak ők, csak amikor ebbe a meditatív állapotban vannak, ez egy olyan tulajdonság, hogy az izmaik egyszerre kezdenek el remegni. Tehát kialakul egy koherens szinkron állapot, pont ez a koherens szinkron állapot jellemző a makroszkopikus kvantummechanikai jelenségekről. Az egyik a szupravezetés, például mindenki ismeri, amikor Cooper párok alakulnak ki nagy számban, és azok teljesen bizarr új jelenségeket hoznak, de a szuperfolyékonyság is ilyen, vagy a lézerek működése is ilyen koherens, a makroszkopikus kvantummechanikai jelenség. Na, a lebegés is ilyen, az antigravitáció, és szerintem azért hülyeség, hogy a hadsereg begyűjti az ilyen lepottyant UFO-kat, mert úgyse értik. Annyira hülyék, ez egy annyira sötét banda. Ez egy annyira tapló segg, bagás, hogyha ezek a ezerszer láttak bogarakat, és nem érti meg, hogy ez a bogár nem a szárnyával csapkod, és nem csinálják meg ezeket az egyszerű kísérleteket, hogy szívjuk már le a levegőt, hagyjunk neki oxigént, nézzük meg, hogy mi történik. Hát egy konyhába ezt meg lehet csinálni. És ha ez a bütös bitang panda ezt nem érti, hát mit fog abból érteni? Hát ugye a fűszognyába ugráló benszülött mit ért egy zsebrádióból? Hát hiába nézi, hiába adjuk a kezébe. Hát fingja nincs az egészről. Most a NASA tudósai, hát mit értenek ebből? Csak így mellék mondatként, 3 héttel ezelőtt voltam Coolhambe, ez Angliában a forró fúziós kutatás fellegvára, ahol most zárják be a JET-et, a Joint European Torus-t, a nagy európai közös forrófúziós kísérleti berendezést, ahol 30 év után körülbelül 25-30 milliárd euró elköltése után sehová nem jutottak. Semmit nem értettek. Most én kivittem a bőröndbe egy kis hordozható fúziós készüléket, a pizsamám mellett még elfér, és meg tudtam mutatni zsebben hordható méretben, ott volt a fúziós reaktor mellett a kis szivattyú, nagy fesztáp, minden, 5-szörös teljesítményhányados sikerült elérni, úgyhogy villamos energia megy be, villamos energia jön ki. De mi nanotechnológiát használtunk, ugyanúgy, mint ahogy a bogarak. Tehát én nagyon sokat tanultam az élővilágtól. Aki nem ismeri az élővilág működését, annak semmi, de semmi esélye nincs, hogy tovább lépjen ezen a primitív, környezetrabló, környezetpusztító szinten nulla. Tehát ismerni kell az életet, és segíteni, és nem pusztítani. Ez az életnek az üzenete. Annyira primitív ez a mostani bagás, hogy most már csak utoljára Szamosközi Janó barátomnak a kísérletét mutatnám meg. Ő azt csinálta, hogy vett 2 darab ilyen pici kvarc oszcillátort, és azok nem pontosan azonos frekvencián rezegnek, 14 MHz környékén, de gyárilag ezek pár száz herces különbséget mutathatnak. És ő azt csinálta, hogy az egyiket beépítette egy ilyen szenzorba, a másik meg ott volt benne a készülékbe, és a különbségüket mérte. Oda tette egy mágneshez, és a mágnesből kiáramló neutrino fluxus
megváltoztatta icipicit a frekvenciáját a kristály oszcillátornak, és így ki lehetett ezt mérni. Ő egy technikus. Ő egymagában sokkal többet ér, mint az összes hülye akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia teljes története során. Ezek az arányok. Tehát ő eléri azt az értelmet, ami, mit tudom én, a szürkék általános iskolájában egy nyolcadikos gyerek elér. Ő magától rájött ezekre a dolgokra. Tehát óriási különbség van intellektuális szinten ember és ember között. Sajnos olyan a mi akadémiai szerkezetünk, nem Magyarországról beszélek, a hülyeség teljesen általános, ugye. Azt szokták mondani, hogy két dologból van sok a világegyetemben, az egyik a hidrogén, a másik a hülyeség. Na, ezzel zárom. Köszönöm szépen.